Érkezett a téma, a kérdés, hogy erről beszélnék-e szívesen. Ugye én pap vagyok, és hát csoda az egyből ilyen foglalkozási ártalom, hogy hát akkor a teológiai dimenziója, meg a, hát mindaz, ami a csodáról általában egy templomi környezetben eszébe jut az embernek. Jutott nekem is az eszembe, és egyébként most, ahogy körülnéztem, nagyon templomos összetételben látjuk magunkat, mert körülbelül 20-30% férfi, többi nő általában templomban is jelentét. Amikor olvastam a kifejtését a témának, akkor nagyon megörültem, mert nem szólt ki le valami rendkívüli esemény sorozatára, hogy vannak ilyenek, nincsenek, mik ezek, miért vannak, hanem hogy valami sokkal általánosabb, és azt gondolom, hogy a mai együttlétünkben már úgy értem, hogy a világban itt nagyon aktuális kérdés, mert az, hogy az emberben megvan-e a csodálkozásnak a képessége, hogy megvan-e annak a vágya, hogy valamiféleképpen a maga által, maga az a világunkban van, vagy egymást bezárjuk, hogy amit egy idő múlva nagyon unalmasnak is találunk, meg talán kínzónak is, meg nehéznek, hogy valahogy ebből ezen túllásson az ember. Hogy azt tudjuk, milyen sok kiégés van ma, hogy hányszor elegünk van abból, amit csinálunk, a helyből, ahol vagyunk, és hogy valami mélyebb után való vágy van mindenkiben. Én már 7 éve pap voltam 81-ben, amikor arra jutottam, hogy valahogy nem találom a helyemet, és el kell menni megkeresni, és akkor elindultam a világ nagy világba. És aztán hát megtaláltam egy ilyen jezsuita közösséget. De szóval ez, hogy az embernek ez a belső késztetése, ez a keresés, hogy ez nagyon jó komolyan venni, mert ez a segítség arra, hogy ha az ember meri vállalni a kihívást, és kilép a komfortzónájából, kilép abból, ami megszokott és biztonságot ad neki, akkor esélye van arra, hogy tényleg valami többet, valami táplálót, valami nagyszerűt tudjon hát meglátni, felfedezni. Mert alapvetően maga az élet, meg az, hogy vagyunk, ez önmagában egy csoda, csak ezről nagyon gyakran elfeledkezünk. Biztos ismerős az a vicc, hogy egy házaspár meghal, nagyon gyönyörű kertben találják magukat, ülnek a padon, az asszony igen boldog, röpköd, férj meg magába, röskedtem, ülottam, és már megint mi bajod? Nem találod ki ezt a hülye reformt, hogy hát már régóta itt lehetnék. Szóval, hogy valahogy nem a helytől függ az, hogy az ember tud betelni a világ csodájával, hanem valahogy ez bennünk van ennek a kulcsa, hogy akárhol vagyunk, meg akár mit csinálunk, hogy valahogy, ha belülről nyitottak vagyunk valamire többre, akkor, és ezt keressük, és ezt komolyan veszük, és ezt tudatosítjuk, hogy a világa sokkal több, mint amit én ismerek belőle, akkor izgalmas lehet megint az élet, meg eszembe jut az, amikor ilyen kamaszkori mély depresszióban voltam, és mindennél logikusabb dolog az, hogy az ember öngyilkos lesz, mert az egész marasságot hát minek végig csinálni. És hogy amikor ilyen különösen nehéz helyzeteim voltak, akkor elindultam általában, keletődöm, születtem, jöttem föl, és
bele az éjszakába, és csak gyalogolni órákban áll, és valahogy ez úgy hozott egy megnyugvást. Az egyik ilyen alkalommal, 18. évemben voltam, akkor mondjuk megálltam egy nyugodt, szélmentes, ugye decemberi napon, kicsit nyugodtabb helyen, és hogy ott áldogáltam egyszer csak, valami olyan történt, már is nem tudom, hogy igazából mi, de abban az időben még, illetve hát van az a dolog ugye, hogy kicserélik a komputerben az alaplemezt, vagy régebben a floppy-t berakták, ment a kiveszik, beraknak egy másikat, egy új rendszer között működik. Szóval milyen volt, hogy semmi rendkívüli dolog nem történt, csak egy pillanat alatt, mint hogyha egy ilyen alaplapot kicseréltek volna bennem, elkezdtem szépnek látni a dolgokat, elkezdtem örülni annak, amit látok, elkezdtem boldog lenni, hogy az vagyok, aki vagyok, valahogy valami egészen más dolog kezdődött. Hát persze az ember egy kicsit mindig szkeptikus, mondom, jó, majd elmúlik, csak bír ki, majd visszaáll a normális. De hát nem állt vissza, ez a csere alaplap, csere megmaradt. És aztán ennek is lett a következménye, hogy azt gondoltam, hogy hát biztos más is van, illetve láttam sokan vannak hasonló cipőben, hogy hát el kell mondani, hogy nekem szólni kell arról, hogy nem érdemes az embernek boldogtalansággal eltölteni az életét, mikor lehetne máshogy is. Ezért mentem aztán el filozófiát, teológiát tanulni, és mentem aztán egész, akkor még gyerekeket is papászent vettek, még nem voltak 23 évesen. A másik ilyen történet is eszembe jutott. Ez ugye azt sugallja, hogy valahogy tőlem független, én nem akartam semmi változást, én nem láttam semmi, nem tettem semmit azért, hogy változok, ez csak rászakadt. Tehát vannak ilyen tapasztalatai az embernek, és azt hiszem, hogy ez talán mindenkinek van kisebb, nagyobb mértékben, amikor őt eléri valahogy a létezésnek a csodája. Eléri valahogy az a titok, ami körülleng mindenben benne van, ami valamiképpen mint a forrás tűnik föl, mindennek a forrása, ahol minden együtt van, ahol, aminek az révén az emberben az alakul ki, hogy minden jó, úgy van. Egy hatalmas elfogadáskészség van az emberben, ami nem fogja vissza a kreativitását, hanem éppen felszabadítja. Felszabadítja, hogy bármiféle jó, inspiráló dolog van, hogy egészen oda tudja adni magát a félelmeitől szabadon, és a kudarc van, az sem, annak is szabad lennie. Tehát egy ilyen helyzet, amikor az ember kapja ezt a élményt vagy tapasztalatot. Egy másik fajta dolog az, amikor az ember tehet valamit azért, hogy megváltozzon a szomorú világa, vagy a kiégett világa, vagy az üressége. És egy rendtársam jut eszembe, talán van, aki hallott a Jálics Ferencnek a nevét. Ő szintén hát fiatalon pap lett, szerzetes jezsuita, Dél-Amerikába került, ott tanított Argentinában az egyetemen, és egyszer csak azt teológiát, és egyszer csak azt vette észre, hogy hát ő nem hisz. És egyre nagyobb lelkismereti problémája volt, hogy hát ha nem hisz, akkor miért beszél erről az egészről? Hogy abba kéne hagyni, hát ez így nem egy tisztességes dolog. És akkor, ahogy ezen vívódott, egyszer csak egy ilyen rendi, akkor még működött jobban ez a jezsuita rendi belső szokás, hogy minden nap étkezés után volt egy úgynevezett rekreációs idő, egy óra körülbelül maximum. Akkor mindenki összegyűlt egy helyen, beszélgettek, kávéztak, és hát már ez elmúlt, mert kevesen is vagyunk, meg annyi dolog van, ám de rohangászik az ember, szóval nem, a luxus nem tudja megengedni, hogy ebéd után egy órát ottan. De azt mondja, hogy egy ilyen alkalommal azt tette észre, hogy a rendi közösségben ugye a testvéreknek a dolga, hogy előkészítsék mindig ezeket a dolgokat, aztán elpakoljanak.
És az ő közösségben volt egy testvér, aki nagyon nem volt kibékülve azzal, hogy mindent ő csinál, mindenki más csak belébeg, mosolyog, aztán elmegy, ő előkészít, eltakarít mindent. Mindig morgott, hogy hát jó lenne, hogyha valaki más is beszállna is, hát ez egy közös dolog. És akkor azt mondja, hogy egyszer meghallotta. Hallotta előtte is ezt a panaszkodást, meg ezt a helyzetet. Nem mindig jó, nem tovább dolga van, csinálta. Egyszerűen meghallotta, hogy hát tényleg ez a szegény ember, hát kellene neki valami segítség, és elkezdett segíteni. És aztán ez így megakadt neki, hogy hát vannak dolgok, amik ott vannak, de nem halljuk meg, nem ér el bennünket. És hogy lehet, hogy az Istennel is így vagyok. Azt abból kezdett sportot űzni, hogy odafigyeljen mindenféle emberi igényre, és hogy tényleg próbáljon rendelkezésre állni, és ha tud, akkor lépjen is, tegyen is valami. És azt mondta, hogy ahogy teltek a hetek, egy pár hónap eltelt, és egyszer csak azt vette észre, hogy valahogy teljesen jóban van az Istennel, valahogy a hitel az megújult, és hogy akkor már nem volt lelkismereti tehet, hogy folytassa a tanítást az egyetemen a teológiáról, persze aztán volt nagyon, nagyon kemény fordulat, amiből hát igen jól jött ki. Ugye egy rendtársával együtt kiköltözött a Gazdagnegyed meg a Nyomornegyed határára, a szolidaritás minden. És hát akkor mindenki ilyen kommunista gyanús volt, hamarosan megjelentek, 100 katona teljesen felfegyverkezve, a két ilyen egyszerű kaibában lakó ember házát megszállták, őket letartóztatták, átkutatták őket, hát nem találtak semmit. És akkor 6 hónapig eltűnt, ugye akkor vagy 6000 ember eltűnt így Argentinában, akiről aztán semmit sem tudtak. Ők valahogy ketten visszatértek, tehát ezt mesélted, de ezt most nem mondom, hogy teltek el, hogy telt ez a 6 hónap. A lényeg az, hogy ő felfedezte, hogy valami nála nem stimmel, és kereste a kiutat, és elkezdett cselekedni. És figyelni másokra, fontos lett a másik ember, a másik kérése, és ez valahogy olyan helyzetbe hozta, hogy megnyílt egy teljesebb, mélyebb, gyönyörűbb valóság felé, és úgy helyreállt benne a dolog. Ez ugye a Bibliában van egy ilyen mondat, hogy mindannyian eleve jó tettekre vagyunk teremtve. Hogy valahogy a lényünk legmélyének a rendje az, hogy meglátjuk és tesszük a jót. Hogy azt keressük, meglátjuk és tesszük a jót. Ugye ez egy ilyen fölpörgött társadalomban minden, hogy na mennyiért, mikor, mennyi, hogyan, hogy lehet följebb sófolni az árat, és bármit csinál az ember. Ez olyan a hülyéknek a magatartása szokott lenni, vagy legalábbis sokan úgy tekintik, hogyha valaki önkéntes munkát végez, az önként. Hát. De hogy valahogy ez az, ami az embernek a leginkább hát a megfelelő dolog, vagy az egész egyénisége növekedésének, kibontakozásának, a mindennapi életben a belső gyönyörűségének, békéjének, örömének, valahogy ez az útja. Egy ilyen buddhista történetet olvastam nem régen, járkörbe az interneten, hogy egy hát kedves történet, nem akarom bántani, de egy kislány, az ilyen amerikai történet, mindenféle ilyen kütyűvel, műtyűkékkel, fényes dolgokkal rendelkezett, egyre több volt neki, de ő nem gyűjtötte ezeket, kapta őket. És nem is a barátaitól kapta, hanem varjaktól kapta. És hogy mi van mögötte, hogy egész kiskorától kezdve a kertjüknek a végébe hordott ki egy edényben állandóan ilyen varjaknak feleséget, és hogy hát azok nem jöttek. Egy napon elkezdődött az, hogy valamit ott hagytak. Ugye mindez, ami a varjúnak fontos, vagy a szarkának is, ugye. Szóval ami fényes, csillogó, és az mindenféle ilyen apró műtyürke, és ezt hagyták oda, hagytak ott valamit. Ennél talán
egy kicsit másik fajta megközelítése, lényegében hasonló dolognak, amit Szent Györgyi Albert javasolt, hogy az embernek a szociális dimenzióját tekintve, az emberi kapcsolatait tekintve, egyáltalán az életét tekintve, nem az az igazából előre vezető, hogyha biztatjuk az embereket a szeretetre, bár hát ez a legfontosabb, vagy legigazabb, de kevéssé érzi magát az ember arra, hogy na hát most úgy özvetlenül szeressen, hanem egy jól megfontolt és okos önzésre. Arra sokkal jobban hajlandók az emberek ezt megérteni, és ez pedig ugye az, hogy ha én valamit leteszek a közösség asztalára, és az jó, az nekem is jó. És az rossz, akkor az nekem is rossz. Ugye a globális létünknek az egyik nagyon világos dolga az, hogyha egy gyár nyomja a rossz levegőt, mindenfélét, akkor mindannyian szenvedünk valamiért. De hogy az okos önzés, hogyha én magamból a legjobbat próbálom átadni, kiadni a közösség asztalára letenni, az nekem is jobb lesz. És hogy ezt valaki megérti, akkor hát a közös életünk is egy jelentősen javul. Ugye olyan egyszerű dolog szokták mondani, hogyha valaki rámosolja a másikra, sokkal nagyobb eséllyel kapja vissza a mosolyt, mint csikorgatja fogát, vagy valami nagy közömbös pofával fordul a másikhoz. Én voltam még három dolgot említeni, talán még belefér a 20 percbe, hogy mindenkinek van tapasztalata arról, hogy valahogy a világ sokkal több és sokkal szebb, mint amit én abból megtapasztalok. Aki közel van a természethez, szeret kijárni, annak nagyobb esélye van erre, hogy gyakrabban éri ilyen, mert nem a magunk kreált, a véges álmok nyomán született mesterséges környezetben van, hanem valami más, a természetnek a csodája, az sokkal közelebb kerülhet hozzá. Emlékszem egy barátomra, aki szeretett vitorlázó repülni a 70-es években, barátkoztunk össze, Esztergomba járt, aztán néha elhívott, hogy na, menjünk fel együtt. Ő mondta, hogy hát hidd el, hogy én sokkal közelebb érzem magam gyakran a Jóistenhez, a végtelenhez, amikor fönn vagyok 2000 méteren, csak a levegő surogása, nincs motor, semmi, mint amikor vasárnap a templomban. Persze néha ott is, minden, de hogy valahogy ez sokkal... Tehát a természet nagyon sokat tud adni. Ez a bizonyos Jálics Ferenc, akit emlegettem, ő nagyon ilyen nagy lelkimester lett, aztán egy érdekes meditációs dolgot kísérletezett ki saját magán, másokon, és aztán kezdtem tanítani. Németországban volt egy ilyen nagy meditációs központja részben, aztán hazatelepedett, és hát sokaknak nagyon segített. Ez egész ebbe a meditációs világba helyezkedés, ez mindig azzal kezdte, hogy menj ki természetbe, teljes csendben, ne csinálj semmit, csak nyugodtan, lassan, próbáld érezni a szelet, a levegőt, a napfényt, a hűvöset, szóval minden érzékszerveddel próbáljál jelen lenni, hagyd a csodába gondolataidat, csak próbálj jelen lenni a természetben, és az egyik dolog, ami sokat tud segíteni az embernek, hogy ne feledkezzen el arról, hogy a saját élete is, meg minden, ami van, valahogy csoda, hogy ha fölidézi magában azokat a tapasztalatait, legalább egyet, azt gondolom nincs olyan embereknek legalább egy-két ilyen tapasztalata lenne, fölidézi és tudatosítja, hogy akár mennyire is sok dolgom van, meg be vagyok zárva valami mókus kerékbe, de mégis az egész az sokkal több, sokkal nagyobb. És ugye a zsidóságnak volt egy ilyen gyakorlata, hogy ahogy
telt a évtizedek, évszázadok, hogy állandóan a közösségi létükben megnevezték mindig azokat a pontokat, amikor az egyéni és közösségi csodát megtapasztalták, az Istennel való kapcsolatban, ezeket aztán zsoltárok, ugye, és aztán oda mondták, hogy ne felejtsék el. És van egy ilyen szokása sok embernek, hívőnek, nem hívőnek, hogy végül az reggeli imádságnak mondja, és egy kicsit más kontextusba helyezi, de az, hogy reggel az ember fölébred, és nem azonnal a gondok rabságába helyezi magát, hanem egy kicsit 5-10 percet, valamennyi időt úgy csak próbál lenni. És próbálja tudatosítani, hogy sokkal több az életem, sokkal több a világ, mint ami ma vár általában rám a kötelességek szintjén, a munka szintjén és a többi. Tehát valahogy tudatosítja azt, hogy egy titkot hordoz mindenki és minden, és hogy ez a titok ott van, és ez, ha én nyitott vagyok rá, akkor nagyobb esélyem van, hogy ezt felfedezem. Tehát reggel adni egy kis időt az ember magának, hogy úgy egész napra előre, hogy máshogy lássam neki. Ugye pszichológusok néha mondják, hogy álljon oda reggel az ember, tükör elé, húzza ki magát, hogy erős vagyok, egészséges vagyok, nekem minden sikerül, és akkor így kezdi a napot. Hát ez is egy kis technika, ügyeskedés, de azt gondolom, hogy felidézése azoknak a tapasztalataiknak és tudatosítása, hogy sokkal több a világ, mint ami az én kis kognitív sivatagomban látszik, az nagyon fontos és nagy segítség egész napra. Másik ilyen gyakorlat, az előbb emlegettem a meditációt, tudjuk, hogy megint csak elég sok ember van keresztények között, nem keresztények között, erős a buddhista ilyen megközelítés, csak sajnos kevesen csinálják azt, hogy rendszeresen naponta nem kevesen vannak, akik reggel egy fél órát, este egy fél órát adnak arra, hogy most mindent elengedek. Most valami nyugalmi állapotba helyezem magam. Most valami teljes csendben. Ha bármi jön, mert hát az állandóan minél kevesebbet csinál az ember, annál inkább megrohanják az emlékek, a gondolatok, a feladatok, minden. És akkor ezzel nem bosszankodik. Ja, vannak, jó van, szabad lennetek, de most nem miattatok legyen. És elengedni, és csak megpróbálni lenni. Megpróbálni hagyni, hogy utolérjen a lelkem, ugye ez is egy ilyen szép kifejezés, hogy a szétszórt egész nap munkában, mindenfélében, kapcsolatokban szétszórt énem, úgy lassan össze, leegyszerűsödjön azzá, aki vagyok. Tehát adni egy ilyen csendes fél órát, hát legalább egyszer egy nap, ez is egy nagyon, nagyon erős segítség lehet ahhoz, hogy lelkileg jó karban maradjak, ne égjek ki, hogy tudjam ezt az egészet, amit életnek nevezünk, jókedvűen, vagy örömmel, tényleg ajándékként megélve napról napra élni. Még egy, és az a harmadik, amit szeretnék mondani, a közösségnek a szerepe. A valódi közösségnek a szerepe. Tehát nem egy ilyen felszínes, hanem ott, ahol valóban figyelnek az emberek egymásra, ahol valóban örülnek a másiknak, a puszta létének, nem az, amire képes a másik, nem amit tud adni, nyújtani, hanem a puszta létének. Ugye a kiégéseknél, meg a mai, az egyik ilyen probléma, hogy nincs szolidaritás. Nagyon kevés a szolidaritás, nagyon kevés a empátia, nagyon kevés a valódi figyelem egymásra, hogy a családok szétestek, hogy a közösségek, a természetes, normális közösségek is alá vannak vetve egy nagyobb kényszernek, a megélhetés, a gazdaságra, mindenfélének. Tehát a közösségeknek a szerepe, hogy valahogy az embernek elsősorban azokra legyen minőségi ideje, akiket a családjának tekint. Akikkel van valami mélyebb elköteleződése, kapcsolata, hogy tervszerűen tegye be a naptárát. Hogy most vele egy kis minőségi időre elvonulok, egy kicsit együtt leszek. Tehát a családi, hogy, és így a
aztán onnan a legszorosabb, legbensőbb körből kiindulva, aztán úgy az egyéb emberi kapcsolataik, barátok, vagy akik lehetnének, hát persze már barátok nincs általában nagyon sok, de akik mégis lehetnének a minőségén javítani azoknak a megtartó kapcsolatoknak, azoknak a együttléteknek, amik a megtartó. Van egy, és akkor ez egy, megint egy ilyen bibliai képpel foglalkozási ártalom is, de nem, hát ilyen alapvető emberi tapasztalat, hogy igazából az identitásomat, a mélyebb valóságomat, az ajándék lényemet, az, hogy kérésem nélkül csak vagyok, és a szép, és ajándék, hogy ezt felfedezzem, ezt az én-te kapcsolat tükrében, a te tükrében tudom igazán megtenni. Tehát ha van egy mélyebb szintű te, akkor az én belső újjászületésemet is elősegít. Ugye Martin Bubernek van egy ilyen nagyon szép elmélkedés, hogy lett az ember a teremtés könyvéről, a Bibliában, zsidó teológus, és a teremtés történettel foglalkozván, hogy a Jóistennek ez a szólítása, hogy te, számomra te vagy, a porból ezáltal, a szólítás által formálódik ki az embernek az arca és az egész lénye. Számomra te vagy, és ez egy ilyen teremtő szólítás, teremtő odafordulás. És hogyha az ember egy kicsit el akar időzni ezzel a dimenzióval, akkor ugye ez azt is jelenti, hogyha ezt komolyan veszi valaki, hogy minden, ami van, azért van, mert van egy ilyen szólító, szerető, jó, jóságos, teremtő te, hogy legyen. Az utolsó porszemig nem véletlenül van, hanem mert rámondták, hogy legyen. Rámondták az igen. És hogyha ebbe belegondolunk, hogy az egész világnak a létezése hordozza ezt. Vagyis, hogy és itt akkor fejezném be is tényleg vissza a legelejére, hogy a puszta létezése, a puszta léte mindennek hordozza a titkot, hordozza a csodát, személyes vagy nem személytelen, vagy személytelen valóság, minden hordozza a maga módján azt a csodát, akit a kívülben Istennek nevez. Köszönöm. Általában gondolunk a csoda alatt, hogy valami fókusz, és akkor hirtelen valami érthetetlen dolog történik, nem erre épül a vallás. Ezek, hogyha olyan a kontextus, akkor ezek segíthetik az embert az Istennel való kapcsolatban megmaradni, mélyülni, de nem ezekre épül. Ugyanakkor, ha Jézus körbejárva vagy a vallás alapítók, vagy most a vallás általában beszélhetünk, akkor hogy azoknál az embereknél, akik egy kicsit úgy mélyebben egyesültek a forrással, teljesen más lehetőségek nyílnak meg a cselekvéseikben, teljesen más látásmódjuk lesz. Ahol valaki lát ilyen és ilyen szintű dolgot,
az olyan ember, aki megszokta azt, hogy valahogy abban a nagyobb mélységből mér, az meglát egészen, egészen más lehetőségeket ki. Ugyanaz, ami az egyiknek egy börtön, a másiknak a szabadulásoknak a forrása. Tehát természetes ilyen módon, természetes az, hogy egy hiteles vallási kontextusban egy nem hívő számára kicsit furcsa vagy csodás dolgok történik. És azt tettem meg kérdezni, amikor beszélgettünk a telefonon, szó volt erről, hogy a személyes kapcsolatokban mondja az előítélet, hogy az, hogy más embereket megítélünk, az nehézé teszi azt, hogy megéljük a csodát, hogy erről tudna esetleg rászól beszélni. Hát akkor, amikor az ítélkezés, az előítélet és egy tényszerűségnek hogy van a kapcsolata. Szóval nem lehetek vak, látom, hogy milyen a másik, mi az, ami ki, hogy rendszeresen esetleg valaki mindenféle jónak a forrása, vagy pozitív előítélet, mindent megelőlegezek neki, és nem veszem észre a gyengéjét, és ha valamit meglátok, akkor kiborulok, vagy kiábrándulok. Vagy a másik oldalon, hogy ha inkább érzékeny vagyok a hülyeségeire, a rossz dolgaira, akkor nem tudom meglátni benne a jót. Tehát azért nagyon fontos, hogy az ember tárgyilagos legyen, de a tárgyilagossághoz az is hozzátartozik, hogy tudom, hogy ő sokkal több annál, mint amit én látok benne. Ugye Thomas Mann, hogy mondja, hogy mélységes mély a múltnak kútja, én azt gondolom, hogy ezt lehet nyugodtan erre is alkalmazni, hogy mélységes mély mindenkinek a gazdagsága. És hogyha én nyitott vagyok rá, akkor föl tudok fedezni. Aztán egy másik dolog, ha én az előítéleteim alapján közelítek a másikhoz, amit mondtam közben, hogy a Szent Györgyi Albertre is hivatkozva, vagy hogy már elmosolyogok valakire, könnyebben kapom vissza a mosolyt. De hogyha az előítéleteimmel és általában itt negatív dolgokat szoktak ezzel gondolni, azzal közelítek a másikhoz, ugyanezt kapom vissza. Tehát ha ki tudok lépni ebből, és azt mondom, tudom, hogy egy kicsit hülye vagy, de azért szeretek, mert sokkal több vagy, mert egyre mindenféle van. Tehát ha nem is akarom eltagadni a rosszat, de mondom, hogy, vagy látszik rajtam, hogy hitelesen, tehát nem csak szép dolgokat mondok, hanem hogy valóban hitelesen mondom, hogy tényleg téged én többnek láthatni, mint ami az előítéletnek megfelelő. És azt tettem volna kérdezni, hogy szintén beszélgetünk, hogy a közösségről egy picit beszélne, hogy erről sokat van szó, hogy a közösség azok mennyire fontosak lennének, de hogy mit tehet az ember? Hogy találja meg ezt a közösséget, a közösségét? Ugye most van ez a Szabadsághídon, ez a bizonyos köztéré tenni, a közösségteremtő téré tenni a hidat, most lesz az utolsó hétvége, és a szervezőknek az jutott eszébe, hogy milyen szép lenne, ha ugye egy Jézus vacsorája is egy nagyon mély közösséget idéz föl, erősít meg, táplál, hogyha ott lenne ennek az ünneplése a hídon. Azt gondolom, hogy a közösségnek, a valódi közösségnek a legnagyobb ellensége az, hogyha én nem akarok kilépni a komfortzónámból. A közösség azt jelenti, hogy én fölvállalom a másikat, hagyom, hogy engem fölvállaljanak, jó szöröstül, bőröstül, vagy valamilyen szinten, és ez azt jelenti, hogy én nekem meg kell változnom. Nekem ez azt is jelenti, hogy a magam életének a kis kereteit egy kicsit le kell bontani. Tehát ha ez nincs meg, ez a készség bennem, akkor nem vagyok alkalmas a közösségre. Na most, hogy miért érdemes ezt tenni, hát millió dolgot fel tud az ember sorolni, hogy egy jó családtag, egy jó barát, egy jó munkatárs, egy jó szomszéd, hogyha van, hogy annak, hogy
a világ ellenségessége csökken, ahogy növekszik bennem a közösségre való képesség és a valódi közösség. Valahogy otthon lesz jobban az ember a világban. Nagyon mélyre megy az, ha azt mondom, hogy tulajdonképpen minden egy, és addig, amíg ez a minden egy nem valósul meg, addig nem érezzük jól magunkat. Ez azt jelenti, hogy a közösség, mindenki képes valamennyire, valamekkora közösségben lenni, emberi kapcsolat, van egy határ. De az is egy tapasztalat, hogy ezek a határaink, hogy mennyi emberrel tudunk kapcsolatban lenni, normális, értékes kapcsolatban lenni, ez nagyon függ attól, hogy milyen állapotban vagyunk. Hogy milyen állapotban vagyunk, az pedig annak a következménye, hogy mennyire van időm, energiám arra, hogy tudatosítsam ezt, ami a meditációban, hogy én egy vagyok a forrással, egy vagyok azzal, akiből minden született. És ha ez a fajta, erre van időm, és ez a fajta élményem megvan, és ebben vagyok, akkor valamiféleképpen átragad rám egyre jobban az a képesség, hogy mindenkivel már az első pillanatra valahogy felfedezzem az egységet, a közösséget, a barátságot, az összetartozást és a szerkezőmélet. Én egy pár gondolatot tudna még erre mondani, hogy ez a tudatosítás ennek a gondolatnak, hogy én egy vagyok a forrása, ez kicsit így mit jelent, mert nekem ez egy picit ilyen megfoghatatlan volt még itt ebből az egy mondatban. Ahogy most ülsz ott a széken, és próbálsz arra gondolni, hogy nyomja a fenekedet a szék, és egy kicsit abban menni. Oda mész a talpadhoz, próbálsz abban menni. Ahogy a kezed keresztbe van téve, és érzed próbál érezni kölcsönösen, hogy valahogy az önmagaddal való egység nyit meg arra, hogy egy mélyebb egységbe kerül a forrással is. Tehát a környezetet, tehát tudatosítani azt, hát úgy be vagyunk drótozva, millió, és hát van egy kis vezérlő, micsoda, ami szelektál valamit, odaenged, van szerepünk, hogy mi legyen, mit tudatosítsunk, de valahogy ezt a kontrollt egy kicsit tágabbra tenni, hogy tudatosítom a most, ahogy a fény beáll az ablakon, ahogy mellettem ülőből, a melegben is még test meleg is még érkezik. Szóval valahogy... Ja. Nekem ez egy másik része volt az előadásának, ami eléggé megragadott. Amikor 17 éves volt, egy ilyen mély depressziót élt meg, és egyszer csak eldöntötte, hogy vagy rácsodálkozott arra, hogy egy másikféle boldogságot is meg lehet élni, és hogy ebből a boldogság megéléséből az volt a következő lépés, hogy teológiát, filozófiát hallgatott, majd egy papi létre irányította, vagy papi létre lépett. És engem az érdekel ebben, hogy a boldogság mégis ebben a formában, a szerzetesi létben hogyan valósul meg az atya számára, mert jellemzően a boldogságot azért legtöbbször ahhoz tesszük, hogy mink van egy csomó embernek a boldogság, ugye nagyon más jelent, és kíváncsi vagyok, hogy az atyának az a boldogsága, hogy ezt a létformát választotta ez. Visszamegy egy kicsit az evangélium, hogy Jézusra hadd megtáljak, hogy Jézusnak vannak olyan ajánlásai, hogyha az ember léted mélyére, jobban a mélyére akarsz menni, hogyha inkább szeretnél saját magad lenni, vagy az, aki vagy, felfedezni és megélni, hogyha szeretnél növekedni határtalanul, akkor van háromféle út.
Hagyományosan ezeket úgy mondják, hogy a szegénységnek az útja, az engedelmességnek az útja, és a tisztaságnak az útja. Itt ezekről könyvtárak vannak, mindegyik külön-külön kicsoda. A szegénységnek az útja, ez azt jelenti, hogy a leglényegesebb forrására a létezésednek próbálsz időt adni, és ahhoz ragaszkodni, és akkor valahogy megszabadulsz rengeteg kényszertől és olyantól, ami a birtoklásnak tartozik. Akkor elsősorban az lesz fontos, aki vagy, és mindegy, hogy egy szál ruhád van, és nem lesz érdekes. Hát nyilván családja van, egészsége, betegség, és hát ez sok minden bele jön, de hogy próbáljon az ember egy ilyen belső, teljesebb szabadságra. Minden fél évvel, ami átmeneti. Amit ugye a Biblia ilyeneket mond, hogy a moly megemészhet, a tolva elloppalt, az özönvíz, a tűzvész és a többi. Minek kössed ahhoz a boldogságot? Annak van egy sokkal mélyebb és elvehetetlen forrás. Hát mondjuk ez a szegénység. És ugyanígy, de hát ez jött elő a kérdésnek. Nagyon szépen köszönjük ilyeneket még egyszer, lejárt az idő, akkor szeretném maradni pár percet beszélgetni, még szeretném köszönjük azt, hogy úr, mert eljártuk az atyát a tárgyat Szeretgázában, és köszönjük szépen még egyszer az előadást. Köszönöm.